A takarék szövetkezetek integrációjáról szóló törvényről már többször beszéltünk, és azt is elmondtuk, hogy Áder János köztársasági elnök visszaküldte azt az országgyűlésnek. A mai napon az országgyűlés több bizottsága is foglalkozott a visszaküldött törvényekkel, és hát például a takarék szövetkezeti integrációval kapcsolatban Fónagy János úgy fogalmazott, hogy egész egyszerűen nem érti a takarékok vezetőit, mert hogy tehát ez úgy jó, ahogy van ez a törvény, és egyébként is a köztársasági elnök csak jogtechnikai és fogalmi pontosításokra tett javaslatot, tehát gyakorlatilag változatlan formában fogják elfogadni, ez így előre borítékolható. Fodor Gábor a vendégem, jó estét kívánok, üdvözlöm. Jó estét kívánok. Aki nem volt ott a gazdasági bizottság ülésén, nem ezért hívtuk, hogy kommentálja Fónagy János szavait, hanem legutóbbi írásában azt mondta, hogy ez lesz Magyarország történelmének a legnagyobb bankrablása. Így van, pontosan ezt mondtam, mert ez nem más, mint ki kell mondanunk, ez egy bankrablás. Ami itt történik, ez lényegében egyébként a kommunista időszak államosítására emlékeztet, teljes egészében semmi különbség nincs. Én a blog elején egyébként valóban Rákosiékkal is húzok párhuzamot, hiszen ott is... 47. május 28-a. Így van, amikor ugye elkezdődött a bankoknak az államosítása, ugyanez a história zajlik le itt is. Egyébként nekem van ismerősöm, tőle ismertem ennek a történetnek a részleteit, aki érintett ebben és takarékban szövetkezeti tag, illetve tulajdonos is. Elmesélte nekem, hogy az az úriember, aki meg volt bízva a Fidesz kormány részéről azzal, hogy a reformon dolgozzon, az péntek délután egy e-mailt kiküldött az érintetteknek, és hétfőre összehívta őket egy egyeztetésre, mondva, hogy a kormány meg akarja segíteni a takarékokat. Segítsen meg téged a kormány, mondjuk ez zárójelben, ugye manapság. És hát elmentek a gyanakodó kollégák, hogy vajon milyen lesz ez a segítség. És azt mondják, hogy össze is gyűltek ott hétfőn a parlamentben, tehát ez udvariatlan péntek délutáni meghívás ellenére hétfőn több mint 200-an összegyűltek, ahol a segítségről szó volt, hogy ilyen segítség, olyan segítség, majd a végén azt mondták, hogy a kormány előterjesztést fog tenni, aminek a lényege az, hogy hát ott finomabban fogalmaztak, nem úgy mondták, mint én kereken és nyíltan, hogy államosítják a takarékszövetkezeteket. Integráció. Így van, integrációról beszéltek, de ott már sejtették a jelenlévők, akik hát persze idő kell még felocsúdjanak, meg értelmezzék a szavakat, hogy itt valami nagy baj lesz. Délután, tehát hétfőnél tartunk, délután németné miniszterasszony egy kormány határozatot hozott szóba, valamilyen interjújában, hogy a kormány aznap délután egy határozatot hozott, amelyben őt megbízta azzal, hogy terjessze az országgyűlés elé ezt a törvényt. Kedden beterjesztette a törvényt. Jó, kedden hát 10 ott volt az éjszaka. Most ezen miért kell fennakadni? A parlament napirendre vette. Hétfő délután megkapta feladatot, vagy kedden? Így van, de hétfő délután megkapta feladatot. Kedreggel ott volt a törvényjavaslat az államosításról. Délután lefolytatták a vitát. Szerda délelőtt ugye lezárták a vitát, módosító intézmények egyebek, csütörtökön ebből már törvény volt. Gyalázat ugye van az egész, ez valóban a történelem legnagyobb bankrablása. Itt milliárdokról, és nem is 10 és 100 milliárdokról van szó, több mint egy milliónyi magyar embernek a vagyonának a megfosztásától, mert ugye természetesen ugye a szöveg az az, és a körítés körülötte, hogy hát itt azért a vagyon megmarad, csak nem lehet kivenni innentől kezdve a takarékszövetkezetből, nem tudják szabadon felhasználni. És hát ugye, ahogy van, szerintem elfogadhatatlan. Tehát az arra vigyázzon, tehát a betéteseknek a pénzét nem veszélyezteti semmi. Tehát ezt nem mondhatjuk, hogy azok, akik most betétesként a takarékszövetkezetben tartják a pénzüket, azok pénze veszélyben van, ilyet nem mondhatunk. De hogy nem veszélyben van a tekintetben, hogy olyan korlátok vannak, mondjuk, ha valaki nem akar részt venni ebben az integrációban, és nem akarja egyszerűen a fejét bedugni, ahogy tetszik, a giotin alá ebben a történetben, hát annak nem lesznek lehetőségei, tehát elvileg a vagyon a rendelkezésre áll, de nem fog tudni hozzájutni. Az más szerintem, amire ön gondol, az a takarék részjegy tulajdonosok, tehát akik gyakorlatilag némi befektetéssel, vagy hát amennyi pénzük volt, akkor a befektetéssel, gyakorlatilag tulajdonossá váltak, mit tudom én, 1 millió akárhány század részben, tehát attól függően, hogy mennyi takarék részjegyet vásároltak. Tehát hogy velük mi lesz, azt
azt még senki nem tudja, tehát hogy mit fog érni ezek után a részjegy. Semmi jót nem jósolok nekik, mert pont ez a lényeg, amire ön itt a kérdése, vagy a hozzászólása révén itt az utolsó mondatban utalt, hogy hát azért a piaci értéke ezeknek a részjegyeknek borzasztóan le fog menni ezek után, amilyen helyzetbe kerülnek a takarékok. És egy másik dologra is szeretném felhívni a figyelmet, pontosan ebben a blogban írok is erről, hogy én azért más is gyanítok e mögött, a história mögött. Egyfelől természetesen van egy pénzelvétel, láttunk már ilyet egyébként a magánnyugdíj pénztárak részéről is, ahol szintén egy elfogadhatatlan, a tulajdonhoz való elfogadhatatlan hozzányúlását láttuk a kormánynak. Ott is természetesen lehet cizellálni, ott is a részletek nem olyan egyszerűek, ahogy most mondom, de lényegileg arról van szó, hogy a kormány elvette a nyugdíjasoknak a pénzét, a jövő nyugdíjasainak a pénzét. Tehát nekünk, önnek, nekem, másoknak, akik majd nyugdíjasok leszünk, 10-20, Isten tudja hány év múlva, majd valakiknek ki kell fizetni ezt a pénzt, amit a kormány elvett. Na, tehát itt egy hasonló helyzettel állunk szembe, itt is pénzt veszel a kormány. Persze tudjuk, az ország nincs egyszerű helyzetben, ugye folyik egy kábítás a tekintetben, hogy rezsicsökkentés van, és az embereknek könnyítünk a terhein, csak természetesen az egyszerű hétköznapi ember, ahogyan a Kádár rendszerben is, ugye azt gondolta, hogy jó, nálunk nem emelkednek annyira az árak, aztán egyszer csak elérkezett a 80-as évek vége, amikor minden a nyakába szakadt, és 15 év eladósodását kellett visszafizetnie a magyar embereknek, ugyanilyen helyzetbe fognak kerülni az Orbán kormány által. De amire akartam utalni, az más. Szerintem más is felsejlik e mögött, az akció mögött. Nekem az az érzésem, ismerve a Fidesz vezetőinek a gondolkodásmódját, hogy szerintem elindult a háttérbe egy újabb felvonás, a leszámolás a bankokkal című történet. Nekem az miért? Azért, mert az az érzésem, hogy ebből az egész takarékszövetkezeti vagyonból és a takarékbank rendszeréből szerintem össze akarnak rakni egy nagy bankot. Egy olyan bankot, amely a Fideszhez közel álló bank, és lényegében a magyar bankrendszert, annak a külföldi tulajdonú részét, illetve a megmaradt nem külföldi tulajdonú, hanem döntően hazai kisbefektetők által tulajdonolt OTP-t szeretnék szerintem kellemetlen, sőt kényelmetlen helyzetbe hozni. Én úgy fogalmazok, hogy térdre akarják kényszeríteni őket. Hát ehhez nem is kell ilyen túl szárnyaló fantázia, hogy valaki ezt így beleképzelje a jövőbe, hiszen maga Orbán Viktor miniszterelnök mondta, hogy az a cél, és az lenne az illdomos, hogyha a hazai bankrendszer 50%-a magyar kézben lenne. Így van, most elindul ez. Természetesen a magyar kéz az mindig azt jelenti, ahogy látjuk a Tavares jelentés históriáját is, az ország szégyenpadon ül, Magyarország soha nem volt még ilyen helyzetben, példanélkül álló, ami történt az Európai Unióban, de erről is már beszéltek sokan, tehát ezt nem akarom különösebben ragozni, mert már ismertek az ezzel kapcsolatos tények. Egy biztos, és ezt nem árt leszögezni. Ha kívülről nézzük Magyarországot, soha a rendszerváltás óta ilyen szégyenben, ilyen alacsonyan a megítélésünk, a presztízsünk ennyire a békafeneke alatt, hogy most így fogalmazok, nem volt még az elmúlt 23 évben. Lényegében ugyanezt történik ebben a históriában is, tehát ott is a miniszterelnök azonosítja magát a magyar néppel, azt gondolja, hogy amikor őt támadják, egyúttal Magyarországot támadják, holott nem, hanem a kormányát. Itt is miről van szó? Amikor azt mondja, hogy magyar kézben legyenek a bankok, az nem arról szól, hogy magyar kéz, hanem arról, hogy barátok és ismerősök a Fideszhez közel állóknak a kezébe. És ez az, ami nem elfogadható szerintem. Tehát megint egy olyan klientúra építésnek egy újabb állomását látjuk, amit már az elmúlt években tapasztaltunk. Persze a kérdést föl kell tenni megint csak, hogy érzékelik-e ezt az emberek, látja ezt Magyarország, érzékelik ezt a hétköznapban az emberek, miközben a Fidesznek a népszerűsége ott van, ahol van. Na, mit gondol, érzékelik-e? Érzékelik, szerintem érzékelik, van egy általános kiábrándultság szerintem mindenből. Az emberek többsége azt gondolja, hogy neki lényegében mindegy, hogy mit csinál, szavaz, nem szavaz, otthon van, elmegy szavazni, akkor is a történések nélküle zajlanak le, és ez szerintem így van, ahogy ön is mondja, nagy hiba. Mert mindenki számít, az a helyzet. Számtalan olyan választókörzet van, ahol 1-2-3-4 szavazatokkal nyertek, veszítettek minden választáson. Minden egyes ember szavazatának van jelentősége, van súlya. És ennek az egész históriának, amit az Orbán kormánynak az elmúlt 3 éve jelent, nevezetesen azt, hogy természetesen valóban van egy kényszer, vannak egyébként mindezek mellett elfogadható lépéseik is, tehát nem maga pusztán csak az ördög az egyik oldalról, ez a kormány, de a lényegi tendencia, amit csinál, ahogy próbálja Európából kivezetni az országot, ahogy lerombolja a jogállamot, ahogy visszaél a hatalmával, és ahogy a gazdaságban a saját klientúráját építi fel, egyébként megjegyzem az értelmiségberkekben is, kirúgva a régieket, és lényegében tönkretéve azokat, az elfogadhatatlan, mert ez egy
háború a társadalommal, amit csinálnak. Azt még csak nem is mondhatom, hogy ön belülről ismeri a Fidesz kommunikációját, mert amikor még belülről ismerte a Fidesz, akkor nem ilyen volt akkor a kommunikáció. Akkor még liberális volt a Fidesz. És nem ilyen volt a kommunikáció. Ettől függetlenül ebben az országban élő, író, gondolkodó politikusként mit gondol, mennyire talál értő fülekre, agyakra az a típusú kommunikáció, hogy minket most az Európai Parlament azért szavazott meg ilyen nagy többséggel, egy ilyen jelentéssel azért szavazták meg ezt a jelentést, mert hogy a multinacionális cégek azok hát hatással voltak rájuk, és a multik nem akarják a rezsicsökkentést, és ezért 370-en ennek bedőltek. Mindenhol a világban és Magyarországon is az embereknek egy jelentős része fogékony az ilyen felületes és ostoba magyarázatokra. Eleve az ellenségképre, én azt eleve tudom. Az ellenségképre, tehát ez működőképes. Ugye tudjuk a Fidesz tanácsadóktól, ugye a Magyar Narancsban volt egy kiváló cikk, Finkenstein és Birnbaum urakról, akik ugye Fidesz tanácsadók, és azzal írták be magukat a tanácsadók történelmébe, vagy nagykönyvébe az Egyesült Államokba, hogy lényegében a negatív kampányt találták ki. És valóban így van, egyébként én is tapasztalom, hogy tényleg kétségtelen az ellenségkép az mindig sokkal jobban mobilizál, sokkal jobban mozgósítja az embereket, mint egy pozitív várakozás. És egyébként itt hagyd tegyek még egy megjegyzést a szavazókra vonatkozóan, hogy soha nem szabad azt gondolni, hogy vannak a gonosz politikusok, és mellettük áll a jámbor szavazó, és megdöbbenve nézi, ezek a gonosz politikusok mit csinálnak, ugyanis a politikusok azt csinálnak, amire van igény. És az embereknek van erre igényük, csak nekünk kellene szerintem felnőni ez a feladathoz, polgároknak, választópolgároknak. És azt mondani, hogy erre nincs igény? Egyfelől arra, hogy nincs igény, mindig lesz, egy bizonyos rétegnek lesz igényes. Nem mindegy, hogy ez a réteg 80%-a a társadalomnak, vagy a 20%-a, nagyon nem mindegy az a helyzet. Tehát nekünk oda kellene eljutni, hogy értelmes, tájékozott emberek legyünk, ne lehessen minket az orrunknál fogva vezetni, ne dőljünk be minden ócska trükknek, ne kergessünk déli bábokat, és ez nem egy egyszerű dolog, persze egy ilyen történelmel, ilyen háttérrel, amivel Magyarország érkezik, kibeszéletlen történelmi traumákkal, és sok-sok déli báb kergetéssel, de azért vagyunk mi, hogy próbáljuk az embereknek ezt elmagyarázni, és világossá tenni, hogy ez nem így van. Egyébként mi liberálisok hasonló akcióra készülünk, például holnap azt próbáljuk megtenni itt Budapesten, hogy a mieink elmennek a Városházára, elvisznek egy szivárvány színű zászlót, és megkérik majd Tarlós István főpolgármestert, hogy ha már kitűzte a székely zászlót, tegye meg, hogy kitűzi most, amikor egyébként a meleg büszkeség napja van ezt a szivárvány zászlót, mert ők is egy kisebbség. Ha helyesen egyébként azt mondjuk a székelyekre, és helyes, hogy kiállunk a jogaik, mert az helytelen egyébként, hogy állandóan székely zászlót lobogtatnak önkormányzatokon, de mondjuk a székelyek napján kitűzik a zászlót, nagyon helyes, már de akkor tessék kitűzni ezt a zászlót is. Már mondta, hogy nem fogja kitűzni, de egyébként szerintem nem is összehasonlítható egy valamikori nemzet egészéhez tartozó területileg is, most területileg nem, de nyilván más szempontból igen, kisebbség és nemzetiség. És... Na de hát a melegek nem a nemzet részei? Nem, tehát történelmileg teljesen más a történet. Jó, hát persze, hogy más a történet, hát nyilván valahogy más, de hát a lényeg, az eszenciája ugyanaz a problémának, tehát hogy van egy kisebbség, a székelyek is egyébként egy kisebbség Romániában, mint tudjuk, akik egy olyan helyzetben vannak, amikor a többség nem hajlandó a jogaikat elismerni. A melegek szerte a világon ezért küzdenek, hogy egy többség nem hajlandó a jogaikat elismerni. Hát akkor vigyenek Tarlós Istvánnak még, nem tudom, női egyesületek, és nem tudom, milyen zászlókat is, mert sokan vannak úgy, akik a jogaikért. Szerintem ezt is meg fogja kapni. Én nagyon helyeselném, hogyha ezeket, ha már így a kisebbségek iránti fogékonyságot mutatott egy irányba, ezt úgy általánosan is érvényesíteni. Tehát lényeg az, hogy Magyarországnak oda kell jutni, hogy egy olyan toleráns társadalom legyen, amely a piacgazdaságnak és a jogállamiságnak az alapelveit figyelembe veszi. És szerintem ide kell jutnunk a 2014-es választásokon szembe azzal, amit az Orbán kormány részéről nap mint nap látunk. Na hát akkor politikusok dolgozzanak érte, hogy ide jusson a társadalom. Köszönöm, hogy itt volt. Én is köszönöm.